Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, út a Lokira, köszöntök mindenkit, aki részt vesz a sorozatban, nagy bajban vagyunk. Egy klánt fogtunk ki itt ezen a Domination Matchen, Stonehaven nevű pálya, és egy klán ennel játszunk, ami nem jó az én Lokim szempontjából, mert aki klánban játszik, az erősebben játszik, jobban akar győzni, stb. Mindegy, first skillnek jó vagyok. De én megpróbálom a legjobbat, szóval egy klán ellen játszunk, megnézzük, mit tudunk kihozni belőle. Úgyhogy ez most így meglátjuk. Hello, gyere, hol vagy? Itt vagy, köztársam. Kösz, hogy elveszed az első killemet. Hú, nehezik vagyok. Ez jó kezdődik. Hogyan is akarom én ezt elérni? Stonehaven nagy pálya, ezért hosszú idő kell, hogy elfoglalják a pontokat. Valami jön arról, én mondom, hogy jön arról, valami nem jó, oké. Hosszú idő kell, elfoglalják a pontokat, így aztán megpróbálok annyit nem foglalni. Tudom, ne haragudjon kedves csapatom, ne haragudj. De annyit nem fogok foglalni, mert azt akarom, hogy húzzam az időt, mivel lassan indulok be a játékkal. Így aztán húzni kell az időt, hogy minél több ideig tartson, akár 4 óráig is tarthatám groszban egy játék, egy Domination, hogyha úgy adódik, az már elég idő kéne, hogy legyen, de egy klán, kurva élet, egy klán ellen ez macera lesz, úgyhogy figyelni kell. Szeretem amúgy ezt a pályát, szeretem a Remington-t, nemrég próbáltam ki amúgy, és jó, tehát ilyen pontosság, lövés, erőssége és gyorsasága szempontjából az egyik legkiegyensúlyozottabb fegyver, bár nem lő olyan gyorsan, de erőseket lő, úgyhogy emiatt talán jó hosszú távra, közép távra, de szűk metszetekre vagy szűk metszetű pályákra annyira nem. Hello, köszönöm szépen, szia, jó, egy kill már megvolt, ez még nagyon a játék ele, kurva anya, bocsánat. Anyád, de megijedte. Pazd meg. Ne arra, hogy ilyen súlyan beszélek, de ezért nem csináltam eddig live gameplay, de ahogy már azt mondtam, akkor hajrá. Akkor legyen live, hello, korcs. Egy kill, két kill, köszönöm, futás van, nincs kolyom. Hello, meg leszel, nem leszel meg, mi a pöcs. Hello? Ez mi volt? Ez mi volt? De az előző... Na jó, hagyjuk, azt nem értem, hogy simán bele kellett volna halnia, még hogyha falon keresztül lövöm 5 golyóval, akkor is bele kéne halnia. Mindegy. Tudjuk be az internetnek. Kifogás, hello. Szia, örülök, hogy megismertelek, fekszem. Hát igen, ez van, amikor klán ellen játszok, remélem ez fog jönni. A dolog, ez van, amikor klán ellen játszok, az igazság, hogy ugye az emberek jobban akarnak bizonyítani, hogy blablabla, és akkor jobban játszok. Annól, amikor klánoztam, akkor mi is nagyon jól játszottunk, együtt játszottunk, és jó csapat voltunk. Úgyhogy még mindig ott tartok, hogy megpróbálom, ott van valaki, radaron ott van valaki, hello, lelőttek, honnan lőttél? Mi a pöcs? Hú, ez... Aha, jó, hát nem láttam, na mindegy. De azt a reddotot, vagy akármi az Isten nyila, az ki kell próbálja, még nem jutok a hello, szia, köszönöm, longshot megvan. Ezért 200 pontért nem is rossz, azért már járna 12 kill, úgyhogy... Ha point streak lenne, akkor már 12 kill járna. Oké, na megnézzük ott, most már azt hiszem tök mindegy, hogy mit csinálok, szóval... Klán ellen rohadt nehéz lesz, 3-8-as statom van, baszki. Jézusom, ezt most hagyjuk, nem, ez figyelj, végig rásolom, meglátjuk, hogy mi lesz. Na, esik, hogy Pofomax fölmegy egy ilyen sikertelen játéknak nektek. Istenem, 3-10, Jesus Christ, what the fuck. Hello? Szia, most visszafordul ez, vagy nem fordul vissza? Visszafordul, vagy nem fordul vissza? Visszafordul, vagy nem fordul vissza? Vissza nem, nem, pogazna visszafordulna. Ilyenek a hülyék. Miért nem fordulnak vissza? Ingyen killt kaphatott volna. Mármint nem, én öltem, ő ölhetett volna meg. Na mindegy, már van két pontunk. Szia, hello. Na, anyád. Ez milyen spawn volt? Pazd meg, de szerencsém van, ott volt a társa. Ez milyen spawn? Na, erről beszél Call of Duty Ghost. Időnként produkál fura spawnokat, szia! Hol vagy?
Ó, oh, sziasztok! Hello! Szia... Jó, kösz. Megvagy, oké. Okay. Há, 3-2, nem rossz, nem rossz. Haladunk fölfelé már. 7-11, első erre is bekerül. Hogy az Istenbe lehetek első 7-11-es stattal? Ezt nem értem, de a remény fölcsillant szememben! Oké, okay, lefekszünk. Ez hatásos technika. Kivárjuk. Nem sietünk. Kivárjuk, a társam foglalja a C-t. Hello! Tudtam, hogy oda jössz arra. Persze, hogy oda jössz, hát veszítettek a pontokat is. Jó. Adrenalin megvan, mégiscsak 4 killén járunk, 7 kellene, megint csak nehezített út. Meg lesz. Ugye, hát a Juggernaut Maniac-kal kíváncsiak, mennyire lehet összeszedni, nem akarok helikoptert, mert nem akarok helikoptert. Biztonságban érzem magam a Juggernaut páncélban, hogy nem tudok őt könnyen leölni, úgyhogy nem akartam helikoptert. Hello, most itt nagyon nagy a kemp. Próbálok védeni, ott foglalják, semmi extra arra, de azért szerintem elnézek arra felé, igen, nem fogok nézni arra felé. Kicsit izgulós vagyok, nagyon legyünk, jó, megvan, ott egy, köszönöm szépen, szia, már is 6 kill, Cade losing, urva jó, annak nem örülök, te, mit csinálsz a házban, menjél el, kutya, az a mi kutyánk. Jó, oké, tegyük fel. Urva élet. Kibaszott kutya, bezzeg, ilyenkor teszed a dolgod, de amikor én hívlak be, akkor szor rá csinálni valamit nekem. Hello! Szia, 7 pont streak, de nagyon rossz helyen vagyok. Nagyon rossz helyen vagyok ez a C-nél, mert az övéki a C környékére születnek. Virágágyás. Jó, virágágyás meg fog menteni. Elő a kill streaket. Meglátjuk. Mi ez? Mi a pöcs? Mi a... Ez... Na azért. Jó. Egy kill ott. Két kill itt. Hol a harmadik? Itt volt a harmadik! Mindegy. Oké, egy kill kell Juggernaut Maniachoz. Be vagyok szarva. Nagyon rossz helyen vagyok. Nagyon rossz helyen vagyok. Abét foglalják. Egy kill, köszönöm Juggernaut Maniac. Még mindig nagyon rossz helyen vagyok. Ráadásul BC az övéké, tehát B felől is jöhetnek. Virágágyás eddig jónak bizonyult. De nagyon rossz helyen vagyok. Jesus. Nagyon jó. C-t visszük. Az egy jó dolog. Az C-t visszük, akkor már mi fogunk ide spawnolni. Ha be kéne hívni valahol ezt a kurva Juggernaut Maniacot, 144 az eredmény, nem jó, nagy pályásokat kell futni. De meg lesz a rohadt életben is, meg lesz, jó, behívjuk a Juggernaut Maniacot, senki nem lő közben hátba. Miért azt falat nézem, Jesus? Na, Istenem, Juggernaut Maniac, ne ess a fejemre, kérlek. Balzd meg. Na, futunk, jó, gyerünk, nem megyünk bele a hülyeségbe, nem hagyjuk magunkat nagyon lövetni. Egy kill, köszönöm szépen, már csak négy van hátra, meg lesz a Loki, visszacsúsz a második helyre, nem baj, opac, de nem futunk vele szemben, mert le tudna ölni. Kettő kill, köszönöm szépen, visszaestünk az első helyre. Három kill, azt hiszem nagyon makkos voltam, de nagyon meg vagyok sebesülve, most nem szabad hülyeséget csinálnom. Nem szabad hülyeséget csinálnom, bujkálunk, passza meg. Várom, hogy meggyógyuljak, de nem gyógyulok meg, ez viszont rém kellemetlen. Két kill. Jöjjön már erre valaki, 156, kevés az idő. Jöjjön már erre valaki, akit meglephetek. Gyerünk már! Mi az Isten csináljak? Jó, oké, ott van valaki P-nél, leölték a társamat. Hopp, ne lőj rám, elfutok, kibírom. Kibírom! Ne! Mi a rák? Nem. Szia. Nem tudok fel. Jó. Oké. Kösz. Meg vagy. Igen, vedd el a P pontot. Kösz, vegyél el tőlem 150 pontot. Rohadék. Köszönöm, de meg lesz. Egy kill, jöjjön már erre valaki, bár sokan vannak itt a társaim, nem fognak erre jönni. És persze AC az övéké, köszönöm szépen, gyere, jön meg valaki, meg lesz, 178, kevés az idő, sem is. Köszönöm! Ohohohoho, hello! Sziasztok! Nos, részemről ennyi volt a gameplay, megcsináltam, összeszedtem a Lokit, de kicsit idegölő volt, hogy úgy mondjam, egy klán ellen, hogy azt mondjam, akik hát igyekeztek nagyon jól játszani, és jól is játszok, hogy
elbukik a meccset. De ez van, ha Loki elsőre behívni Gale Middleman, Juggernaut, Kerpe, kész van, le lehet dobni Juggernautot és Kerpe kicsit is, oké, jó tudni. Mindegy, örülök, hogy lövök, azért nem rossz munka, kicsit macera az irányítás, ez a VOSD, de nagyon robbannak a bombák, úgyhogy rendben van. Ó, baszki, megvan, köszönöm szépen. Necrofi voltam, ennyi lett volna. A gameplay remélem élveztétek. Nagyon igyekeztem tényleg összehozni valami normálisat. Hát én nagyon élveztem, remélem ti is. Ha tetszenek ezek a live gameplayek, akkor hajrá. Ez lett a végeredmény. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!